Bandaháborúk és utcai lövöldözések okoznak feszültséget Svédországban évek óta, és a helyzet egyre súlyosabbnak tűnik. Az esetek főként külvárosi kerületekhez köthetők, ahol többségében bevándorlók élnek. Mint itt Rinkebyben, Stockholm északi részén. Rinkeby problémájára Stefan Bergström várostervező kínált megoldást. Szerinte egy híd segítene integrálni a városrészt. A beruházás elindult, de a gyalogos és kerékpáros híd ötlete megosztja a helyieket. A híd egyik oldalán található Rinkeby. Sok bevándorló él ott, többségüknek alacsony a jövedelme és az iskolai végzettsége. A másik oldalon Ürsvik van, ahol középosztálybeliek laknak, magas iskolai végzettséggel és biztos megélhetéssel. A híd ezt a két kerületet kötni össze. Ali Éren vállalkozó szerint a híd Rinkebyt becsatolná a városközpontba. A növekvő erőszak ugyanakkor őt is aggasztja. Rinkebyben is voltak lövöldözések. Szerinte az államnak határozottabban kellene fellépnie, a híd önmagában kevés. Alig fektetnek pénzt az állami iskolákba, ehelyett egyre többet privatizálnak. A törvények ezen kívül túl engedékenyek. A fiatalok tudják, ha 18 éves koruk előtt valakit lelőnek, legfeljebb 2-3 év börtönt kapnak, ami katasztrofálisan kevés. Hirtelen a háttérből beszól egy fiatal és megfenyegeti Érent. Ő visszatámad. Rinkebyben ki kell vívni a tiszteletet, mondja. Erőszak azonban nem csak ebben a városrészben van. Január végén ebben a sushi bárban lőtt agyon egy 15 éves fiút egy vele egykorú fiatal Stockholm egy másik kerületében. A svéd rendőrséget is riasztja ez a fejlemény, de ők is egyre inkább tanácstalanok. Egyre fiatalabbakkal van dolgunk. Már 13-14 évesek is vannak köztük, akikre a belső kerületekben figyeltünk fel. Megpróbáltunk beavatkozni, bevonni az ifjúságvédelmet, megkeresni a szülőket és kimenni a családhoz. De egy bizonyos ponton túl nem tudsz közelférkőzni ezekhez a fiatalokhoz. A svensk média hade fel. A svéd demokraták nevű jobboldali populista párt az erőszakos cselekményeket arra használja, hogy a bevándorlók ellen hangolja a közvéleményt. Stefan Bergström hídjával sem értenek egyet, és már most le akarják bontani. Szerintük, ha a rinkebűiek csak úgy átsétálhatnának a túloldalra, jönne velük Ürsvikbe a bűnözés. A felvetésükre egy párt sem akart a kameránk előtt reagálni. A híd lebontásának semmi értelme, azon kívül, hogy körülbelül 10 millió euróba kerülne az adófizetőknek. Őrültség. A békés Ürsvikben csak kevesen tartanak attól, hogy az új hídon átcsap hozzájuk a fiatalkori bűnözés. A legtöbben nem hagyják magukat heccelni. A témát az Expressenhez hasonló bulvárlapok fújták fel. De itt a környéken ez nem érdekli az embereket. Tudja, még a beruházás előtt átadtak oda át egy új rendőrőrsöt. Azóta sokkal békésebb lett az a környék is. Stefan Bergström szerint ez pozitív fejlemény. Reméli, hogy nyárra, mire elkészül a híd, elcsitul körülötte az izgalom.